A spanyol gazdasági válság áttekintése során véleményem szerint mindenképpen meg kellene nézni az előzményeket is. Tehát elsősorban itt a 2000 és a 2007 közötti időszakra gondolok, amely a spanyol gazdaság történetében egy sikertörténet volt, hiszen a dinamikus gazdasági növekedés időszaka volt. Tehát a bruttó hazai termék éves szinten 3,5%-kal növekedett. A spanyol vállalati szektor nemzetközi esedése, amely az ezredfordulót követően egyre intenzívebbé vált, ez főleg Latin-Amerika térségébe irányult. A Spanyolország, mint ugye erővezeti tagként, ugye alacsony reálkamatlábak alakultak ki. Na most az alacsony reálkamatlábak a lakosságot egyértelműen az olcsó hiteleknek az irányába terelte, a bankok is szorgalmazták a hiteleknek a kihelyezését, mind a vállalati szféra, mind pedig a lakosság irányába. Másfelől pedig Spanyolországban egy igen fontos tényező, hogy az 2000 és a 2010 közötti időszakban mintegy 5 millió bevándorló érkezett, amely természetesen jótékony hatással volt a munkaerőpiacra, hiszen csomó olyan állást töltöttek be, amelyet ugye a spanyolok elsősorban a mezőgazdaságon, az idény munka területén, amelyet spanyolok nem akartak betölteni. Na most a bevándorlók megnövekedett száma miatt megnövekedett az új lakások iránti kereslet. Tehát a spanyol gazdaságnak egy igen fontos tartó pillérét jelenti az ingatlan szektor, építőipar. A 2007-ben például a foglalkoztatottak közel 14%-a az építőiparban dolgozott, jelezvén ennek az gazdasági ágazatnak a fontosságát. Most ezt követően a 2007-ben az Egyesült Államokban kibontakozott másodlagos jelzálog hitelpiaci válság azért érintette érzékenyen a spanyol ingatlan szektort, mert egyfelől az elmúlt másfél évtizedben megnövekedett az újonnan vásárolt lakások iránti kereslet. Tehát a kínálat is folyamatosan növekedett, és ezzel párhuzamosan a kereslet is, ami ugye a lakásvásárlási kedvezményekkel, külföldieknek az ingatlanvásárlási kedvezményeivel, alacsony reálkamatlábakkal és számos egyéb tényezőkkel magyarázhatók. Vagyis 2007-ben, tehát még mielőtt a pénzügyi vagy a reálgazdasági válság kibontakozott volna, a Spanyolországban megmutatkoztak a válságnak az előjelei, ez elsősorban a legnagyobb ingatlan vállalat, a Martinza Fadezának a fizetésképtelenségével kezdődött, és ez tulajdonképpen tovább folytatódott a többi építőipari és ingatlan céggel, amely szintén fizetésképtelenné vált. Jól lehet, hogy a spanyol bankszektor azért tudta átvészelni viszonylag jól a gazdasági válságot, mert hagyományos pénzügyi közvetítői tevékenységet folytatott, és nem forgalmazott másodlagos jelzálog alapú ügyleteket, ellentétben ugye az Egyesült Államokkal és ugye a többi angol száz országgal. Most 2008-ban a pénzügyi és a reálgazdasági válság hatásai már egyértelműen megmutatkoztak, megindult ugye a termelő és a szolgáltatói szektorban a drasztikus létszámleépítés, valamint az iparban is, és 2009 második negyedéve volt a spanyol gazdaságnak a mélypontja, ekkor a bruttó hazai termék az 4%-kal csökkent. És ugye a spanyol gazdaságnak egy állandó belső szerkezeti problémája a magas munkanélküliség. Most ezt az ezredfordulóra sikerült 10% alá szorítani, viszont ugye a gazdasági válság hatására, miután megindult ugye az ipari szolgáltatói szektorban a létszámleépítés, ez 2009-ben már megközelítette a 19%-ot, jelenleg 2011 harmadik negyedéves adatokat néztem, 21,5%-os a munkanélküliség. Különösen aggasztó, hogy a fiatalok, tehát a 18 és a 24 év közötti korosztály körében 46%-os a munkanélküliség. Vannak olyan autonóm közösségek, például Andalúziában, ahol minden második fiatal állástalan. Tehát alapvetően ez a munkaerő piacnak a merev szabályozásából adódik, hogy magas a munkanélküliségi ráta Spanyolországban, ez egy strukturális jellegű probléma. Ugyanis a spanyol munkaerőpiac duális jellegű. Ez azt jelenti, hogy jelentős számú foglalkoztatott határozatlan idejű szerződés keretében alkalmazzák, ezt viszont az iparági és a regionális szakszervezetek közötti alku keretében alakítják ki a béreit, vagyis a bérek nem csökkenthetők, magyarul rugalmatlanok. Ez okozza az egyik fő problémát, a másik pedig a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak köre. Ezt az 1990-es évek közepén vezették be a munkaerőpiac megreformálásának a keretében.
Most a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatókat építették legelőször le a reálgazdasági válság során. Igazából ez nem is kedvezett termelékenység növekedésének, hiszen a határozott idővel foglalkoztatott munkaerőt a vállalatok nem képezték tovább. Alacsony volt a vállalatokon belül és a vállalatok közötti mobilitás. Szintén egy alapvető probléma Spanyolországban, ami mindig egy szerkezeti jellegű, a folyófizetési mérleg krónikusan magas hiánya. Sajnos, amikor az eurozónának a válságáról beszélünk, elég kevés alkalommal hangzik el ez a külgazdasági sérülékenységet jelző folyófizetési mérleg hiánya, amely Spanyolországban krónikusan magas volt, 10%-os. Hát ennek két alapvető oka volt. Az egyrészt a megnövekedett belső kereslet miatt egy import szükséglet alakult ki, tehát ez egy import szükségletet indukált az ibériai országban, a másik pedig a bevándorlóknak a hazautalásaival magyarázható. Most az a folyófizetési mérleg hiány, tehát egy külgazdasági sérülékenységet jelző tényező, amelyen ugye a Maastrichti konvergencia kritériumok egyáltalán nem foglalkoznak. A hosszú lejáratú nominális kamatlábbal, államadósággal, valamint költségvetési hiánnyal. A negyedik fontos tényező, ami véleményem szerint hogy Spanyolország belső szerkezeti egyensúlytalanságát okozza, az, hogy az ezredfordulót követően a bérszínvonalaknak az emelkedése meghaladta a termelékenység színvonalának az emelkedését. Tehát Spanyolországban az egyfőre jutó munkaerőköltség tényezője az egyik legmagasabb, amennyiben összehasonlítjuk az összes Európai Uniós tagállammal, és az egyértelműen hátráltatja a spanyol versenyképességet. Emellett még fontos megjegyezni azt, hogy Spanyolország ugye a kutatás, fejlesztés és az innovációra fordított kiadások területén messze az uniós átlag alatt teljesít. Tehát az uniós átlag jelenleg GDP arányosan 2%, ez azt jelenti, hogy a bruttó hazai nemzeti terméknek a 2%-át fordítják kutatás, fejlesztésre és innovációra. Most Spanyolországban ez az arány mindössze csak 1,3%. Biztató előjelnek tekinthető az, hogy a kormány, amikor a gazdasági válságot kívánta kezelni, akkor a kis és a közepes vállalkozásokra és az információs technológiának az ösztönzésére helyezett hangsúlyt. Ugye a társasági adóalapból levonható innovációs kedvezményt 8-12%-ra emelték, de igazából ez sem hozta meg az áttörést a spanyol KKV szektor szempontjából, hiszen a gazdasági válság hatására sajnálatos módon egy sor kis és közepes vállalkozás ment tönkre, tovább növelve ezzel a munkanélküliséget. És végül, de nem utolsó sorban, az oktatási rendszernek a gyengesége is egy állandó probléma Spanyolországban, ugyanis OECD összehasonlításban is nagyon magas a 18 és a 24 év közöttiek körében az iskola elhagyóknak a száma. Tehát nem hiába azok, akik a felsőoktatásból kimaradtak, és ugye a 18. életévüket követően befejezték a tanulmányaikat, közöttük majdnem 50%-os a munkanélkülieknek az aránya. Tehát az újonnan majd megalakuló kormánynak egyrészt ezekkel a szerkezeti jellegű problémákkal mindenképpen foglalkoznia kell, ugye a munkaerőpiacnak az átfogó szerkezeti reformjára van szükség, ugye magasak ugye a végkielégítések, elbocsátási költségek, ezt mindenképpen csökkenteni kell. A második fontos tényező az oktatási rendszernek az átalakítása, ugyanis a jelenkori világgazdaságban az emberi tényező a meghatározó fontosság a gazdasági fejlődés során. Tehát ahhoz, hogy a spanyol gazdaság is ugye fenntartható növekedési pályára álljon, meg kell kezdeni ezeket az átfogó szerkezeti reformokat, ami egyébként a többi uniós ország és Magyarország számára is fontos tanulsággal szolgál. Tehát ezek a munkaerőpiacot, egészségügyet, oktatási rendszert és az államigazgatást kell, hogy átfogják. A spanyol gazdaság ugye válságból való kitörésének egy igen fontos fordulópontja lehet véleményem szerint a kis és a közepes vállalkozásoknak az aktív bevonása. A mindenek előtt az innovációs tevékenységgel foglalkozó kis és a közepes vállalatok támogatása és a KKV szektornak az útjában álló adminisztratív akadályoknak a felszámolása. És végül, de nem utolsó sorban, a spanyol iparnak olyan versenyképes termékeket és szolgáltatásokat kell előállítania, amelyek nem csak kizárólag ugye a szűkebb Európai Unió tagállamaiban értékesíthetők, hanem elsősorban az Európai Unión kívüli térségben.
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a spanyol nemzeti tulajdonban lévő vállalatok meghatározó befolyással rendelkeznek Latin-Amerikában. Tehát elsősorban itt az energetika, a közlekedés és a távközlési szektor területén rendelkeznek a spanyol vállalatok tapasztalatokkal a latin-amerikai térségben, és ide irányul ugye a spanyol működő tőke befektetéseknek közel 52%-a. Tehát egy további kitörési pontot jelenthet a spanyol gazdaság számára az export tevékenységnek a fellendítése. Ebben az esetben viszont el kell mozdulni a közepesen hozzáadott technológiát tartalmazó termékek előállításától a magasabb hozzáadott értéket tartalmazó termékek és szolgáltatásoknak az előállítása felé. Viszont a spanyol gazdaság fenntartható növekedési pályára való állításának az előfeltétele a pénzpiaci befektetői bizalom visszaszerzése. Ezt természetesen egy hiteles gazdasági programmal és átfogó szerkezeti reformok segítségével lehet végrehajtani, amennyiben ugye a kormány, tehát rendelkezik ugye egyrészt a választások eredményének tükrében a megfelelő társadalmi támogatottsággal, és felhatalmazással, és végre fogja hajtani ezeket az átfogó szerkezeti reformokat, akkor nem lesz szükség arra, hogy a Nemzetközi Valuta Alap támogatására vagy segítségére szoruljon.